Sziasztok, na jó, 12 vagyok, és ebben a videóban egy Vicker Maxot láthattok akció közben. A tankunk parancsnok a vadak közül Sastank. A térképünk pedig Abbé. Az apátság, ahol középütt egy apátság van, ugye maga a térkép neve is ezt jelenti. És aki ugye játszik ezen a térképen elő sűrűn, és azt tudja, hogy ilyenkor a TD-k általában megállnak az apátsághoz vezető felső út egyik, illetve másik végén, és aki ott ugye megpróbál felszaladni, az bizony meg szokták durrantani erről a részről, illetve a túloldalról is. Nézzük, hogy nálunk megy-e valaki fel, ugye a T-34-es, illetve a Keho pedig a felső részen megy föl oldalt, a T-34-es sem az utat választja, hanem inkább erre fölülre megy föl. Periszkópunk van, ezáltal egész jó messzire el tudunk látni. És meg is jelent egy KV-85-ös, aki úgy döntött, hogy felballag, de ez 313 HP-ja bánta. És ott jönnek az apátság másik oldalán az úton. T-34-85-ös, egy lúzs, ide is sorozott egyet. 11 sebzés bebírt vinni. Hát itt nagyon mozgott a cső, és ezért mellé ment ez a lőszer. És ott a másik. Ott a Sherman, aki szintén itt akar áttörni. Valószínű nagyon kevés tapasztalattal bírnak még ezek a játékosok, hiszen látjuk, hogy nagyon veszélyesek. Piros színűek. Nem is értettem, hogy ezt miért tették, hiszen ha volna arti, akkor ez a csapat előnyére válhatna, hogy felrohannak ide a felső része, de így ez semmi értelme nem volt neki. Na nézzük, ki van itt velünk szemben, aki az előbb kidöntötte a fát, egy oi exp. Hát nézzük, hogy majd mit tud itt alakítani, még fönt. KV-85-ösünk az még mindig ott van, ugye a top tank. Az ARL megy, hogy felderítse az XP-t. És ott a KV-85-ös, hát már fönt is megszeregették, mert hát csak egy fél lövésnyi élete maradt. Az új előtt fölötte. T-40-es. Hát ő sem ért sokáig ebbe a tírbe. Ugye a Dicker Maxnak azért ez kedvező, hiszen itt az ágyúja nagyon nagy előnyére válik. Ugye nagyon sokunknak van ilyen tank, nekem is, megmondom őszintén. És nagyon nem szeretek vele játszani. Már nem is erőttetem. A küldetést én megszereztem, két csatát mentem el, és azt mondtam, hogy ennyi elég is volt. Hát a T-67-es maradt még ezen az 1-es-2-es úton, illetve egy OI, egy TOG-2-es, illetve egy OI XP, illetve egy Chinookája van itt velünk szembe.
aki most megpróbál átjönni. És ő lett a hatodik frag, tehát egy Top Gununk már biztosan van. A 8-as, 9-es soron a Tog ugye áttolta a prémium japán tankot. Tehát szép lassan lebontották ott hárman. Mondjuk az új a nagy trollágyújával jött, akkor nem csoda, nem kellett túl sokat lőni. Most itt van egy kis vacillálás, hogy vajon felmenjen az apátságba, és ott az átjárón, illetve azon az árkádokon keresztül lövöldözzön lefelé, vagy pedig esetleg maradjon lent. Én szerintem itt a jobbik esetet választotta, ez a lenti rész sokkal kedvezőbb, hiszen ha lő és esetleg felderítik, akkor a házahoz előre tud mozogni, még amott csak visszafelé. De attól még kiteszi magát a választűznek. Tók 2-es nem sok élete van neki. Pedig azért szeretjük, mert nagy, mint egy busz, illetve jó sok HP-t lehet belőle leszedni. És papírból is van ráadásul, főleg az oldala. 2648 sebzésnél járunk. És még 1854 van az ellenfélben összesen. A Dickermask látótávja alapból 400 méter, erre jön még a távcső, tehát láthatjátok, hogy hogyha megáll és a periszkóp ugye aktiválódik, akkor ugye majdnem egészen a piros négyzetig elér. Tehát ennél nagyon messzebbre nem is lehetne látni. Illetve ez a megjelenítési távolság jelen pillanatban. Ugye most itt a házak egy picit leárnyékolják, illetve elveszik előle a kilátást. A két ház között el tud majd nézni, és ott meg is lett az OI. Illetve a TOG 2-ben még maradt egy nagyon kevés. A TOG 2-esnek is elrontotta a napját. Megjött a Matilda. Ugye a Gold lőszer gond nélkül harapja az OI-t. És most jön a Matilda. Talán ha nem mozogna, lehet, hogy lenne annyi álca értéke, hogy esetlegesen nem lehetne meglőni, de ő jön, megy, mászkál. És akkor még maradt egy új XP-nk. És még összesen 4 darab lőszerünk, tehát a 26 darab lőszer az igazából nem túl sok. Viszont azzal azért ki lehet osztani akár majdnem 7-8 ezer sebzést is, ha arról van szó, ha mindegyik betalál, hiszen 300 az átlag sebzések. Ugye 6 ezer gond nélkül mehet, és ha egy picit alább adja, picit fölé, azért egész magas értéket lőhetünk. Itt is láthatjátok, 4200 környékén járunk jelen pillanatban. Én az igazság, hogy rögtön töltöttem volna a repeszre, bár nem tudom, hogy észrevette, hogy az előbb, amikor felszpotolódott az OI, aki még megmaradt, ugye 47 HP-ja volt neki, tehát azt mutatta a kijelző, és ahhoz egy repeszre, azt biztosan bárhova betalálunk neki, az biztos, hogy lebontjuk vele.
Hát ez elment valahol. A tank fölött. És az oldalába. És ő lett a tizedik fregünk, tehát meglett a pulmedár, egy védő, egy nagy kaliber, a tank gun, valamint egy tank ász, 4392 sebzés és 1729 XP. Sastanknak köszönöm a visszajátszást, nektek a figyelmet, na jó, 12 vagyok, és találkozunk legközelebb. Szervusztok!